Önök a híradót látják, 8 órakor Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről jelentette be a miniszterelnök tegnap a Kossuth rádióban. Orbán Viktor az elmúlt tíz év legjobb döntésének nevezte a rendkívüli jogrend bevezetését, és azt mondta, ez ahhoz kellett, hogy az ország gyorsan reagáljon a járványra. A kormányfő arról is beszélt, hogy a járvány nem múlt el, és fel kell készülni a második hullámra. A koronavírusról fog szólni, és a gazdaság újra indításáról fog szólni, milyen intézkedéseket hagyjunk érvényben, milyen újakat vezessünk be, egyáltalán hogyan gondolkodjunk a gazdasági válságkezelésről. És meg fogom kérdezni, mert ezt meg kell kérdeznünk, hogy azt a Soros Györgyféle tervet, hogy ilyen adósabb szolgaságot eredményező örök kötvényeket bocsássunk ki, aminek nincs lejárata, csak egyfolytában fizetni kell, amíg élünk, sőt, még az unokáinknak is, ezt bevezessük-e, vagy semmit gondolnak erről az emberek. Tehát izgalmas kérdések vannak előttünk. 25 fertőzött és 8 halott ez a koronavírus járvány tegnapi mérlege itthon. Folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma jelenleg 1300-an betegek, 2024-en pedig már meggyógyultak. A péntek reggeli adatok szerint 8 idős krónikus beteg halt meg, ezzel pedig 517-re emelkedett az elhunytak száma. Az országos tiszti szerint egyre kevesebb az aktív fertőzött, és az utóbbi napokban az idős otthonokban sem regisztráltak újabb pozitív eseteket. Országszerte készülnek a hosszú hétvégére és a vendégek fogadására a vendéglátók, ugyanis a pünkösdi hétvégét tartják szezonnyitónak. Nyitnak a strandok és a szálláshelyek is, változik a vasúti menetrend és elindul a balatoni hajózási szezon is. Mindenütt érvényesek viszont a járvány miatt jó intézkedések. Három, kettő, egy, és ha minden igaz, zöldre kell, hogy a lámpa, Zöldre váltott a lámpa, ezzel hivatalosan is megnyitott az alakarosi fürdő. Két és fél hónap szünet után újra fogadják a fürdőzőket, de egyelőre csak a szabadtéri medencéket használhatják. A járványügyi előírásoknak megfelelően kevesebb vendéget fogadnak a strandon, és folyamatosan fertőtlenítenek. Országszerte készülnek a vendégek fogadására pünköstkor. Ez lesz az első igazi hosszú hétvége, hiszen a húsvéti és a május elsőjei pihenők alatt otthon maradt az ország. A lesz az szobája. Több hónap zárvatartás után megérkeztek az első vendégek ebbe a Gyulai Hotelbe is. A hosszú hétvégére minden szobát kiadtak, teltház lesz. A három nap alatt maximális telítettségen működik a hotel kétharmad részben félpanziós ellátásra foglaltak, egyharmad része csak reggelit igényelt. Nagyon vegyes a vendégek összeállítása, családok is vannak, de párok is, fiatalok is, idősek is, főként vidékről. Valahol egy jó kávét, vagy sütit, a Balaton is népszerű úti cél. sokan turisztikai szezonnyitóként tekintenek a mostani hosszú hétvégére. Németországból érkeztem haza, és egy havi szabadságomat töltöm, amit már nagyon vártam, hogy ez a vírusos időszak egy kicsit oldódjon, és nyissanak itt a üzletek egyéb, és, és imádom a Balaton. Egyelőre csak üresen állnak a hajók a kikötőben, de már nem sokáig. Pünköstkor indul a 174. balatoni hajózási szezon. Menetrendszerint érsét a hajók is indulnak a legnagyobb kikötőkből, a kom pedig 40 percenként jár szántód és tihany között. Változik a vasúti közlekedési rend is. Május 31-én az ünnepnapra, június 1-én a vasárnapra, másodikán már a szokásos munkanapra érvényes menetrendszerint járnak a vonatok. A társadalomra káros és romboló hatású a gyöngyöspatai szegregáció miatt megítélt több millió forintos kártérítések ügye. Erről Horváth László beszélt itt az m A miniszterelnöki megbízott felidézte, hogy van olyan fiatal, aki most két millió forintra számíthat. Holott folyamatosan került az iskolát, erőszakos cselekedetei miatt pedig időközben javítóintézetbe is került. Horváth László az egyre terjedő iskolai erőszak kapcsán azt mondta, ki kell vezetni az iskolából az erőszak Szakot. Emiatt gyors, erős és hatékony intézkedésre van szükség, mint például az iskolaőrség. De több törvényjavaslat is parlament elé kerül majd. Az egyik javaslat például, hogy amelyik gyereket elítélik iskolai erőszak miatt, annak a családjától vonják meg a családi pótlékot egy évre. Ahol erőszak van, ott sem tanítani, sem tanulni. Nem lehet. Aki, aki erőszakos az iskolába, az egyébként a többi gyerek a tanárnak bántja az emberi méltósághoz való jogát, és alapvetően megsérti az összes többi tanulónak a jogát ahhoz, hogy nyugodtan tanuljon és a biztonsághoz való jogát is megsérti. Tehát az erőszak az, amit az iskolából pardon nélkül ki kell vezetni. Ugye ezek a törvény, törvénymódosítások részben a parlament előtt vannak, illetve részben nagyon rövid időn belül a parlament elé kerülnek. Fokozódik a nyomás a déli határon. A rendőrség legfrissebb adatai szerint pénteken egész nap 164 migráns próbált illegálisan bejutni az ország területére. Ma éjfél óta pedig több csoportban összesen 47 illegális bevándorlót állítottak meg a hatóságok. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója itt az emegyen arról beszélt, hogy az utóbbi napokban tapasztalható megnövekedett migrációs nyomás ellenére is a határokat meg kell védeni, mert a magyarok korábban egyértelműen elmondták, hogy nem akarnak migráni. Magyarországon. Mi minden az illegális migrációval kapcsolatos kérdést, egyébként a társadalmat érintő valamennyi fontos kérdést is a nemzeti érdek oldaláról közelítünk meg. Azt gondoljuk, hogy az emberek választásokon, nemzeti konzultációkon világosan elmondták az akaratukat. Nem szeretnék, ha ellenőrzés nélkül tisztázatlan identitású, tisztázatlan célból érkező személyek tömegesen illegálisan érkeznének Magyarországra, fölborítva azt a belső biztonságot, amelyik a gazdasági fejlődés, a társadalom fejlődésének egy fontos garanciája. Rendhagyó pünkösdi búcsúra készülnek ma csíksomjon, A járvány miatt ugyanis nem lehet meg a hegynyerekben és a kegytemplomban sem. A 89-es romániai rendszerváltás óta ez lesz az első, hogy pünköstkor nincs tömeg a zarándok helyen. A Szent Misét a Duna csatornán láthatják a nézők élőben ma fél 12-től, de a misét az interneten is közvetíti a Csíksomjói kegyhely és most már is kapcsolunk Csíksomjóra, ahol ott van tudósítónk Kudelász Nobel. Nobel sok minden változott a járvány miatt Csíksomjón, de mi az, ami megmaradt a hagyományokból? Köszöntöm a nézőket! A történelem során első ízben marad el a csíksomjói búcsú, legalábbis ahogy megszokhattuk 90 óta járvány helyzet miatt. Sok minden megmaradt, illetve pontosabban minden megmaradt. A liturgikus programok ugyanúgy zajlanak majd, ahogy minden évben de a nagy misét a hátam mögött látható templomban tartják, és nem fent a nyerekben a hármas halom oltárnál. Zárt ajtós mise lesz, 16-an tartózkodhatnak bent mindössze, és ebbe a keretbe a szertartást végző egyházi személyek, valamint a Duna Televízió stábja férnek bele. Azok az arándokok, akik a környékről mégiscsak eljönnek ide, mert biztos, hogy lesznek látogatók, szektorokba kell tömörüljenek, illetve egész pontosan a távolságot betartva beálljanak a szektorokba. Ezeket láthatják a hátam mögött. Három szektort alakítottak ki, oldalt lesznek majd az áldoztatások, illetve a gyújtatások és hogyha megtelik a három szektor, akkor ismét fordulunk egyet, akkor a hátam mögött látható parkolóban gyűlhetnek össze, illetve ha az is megtelik, a közelben van egy gyümölcsös, és oda is állhatnak, kihangosítják a nagymisét majd számukra. Természetesen százezereket érint kellemetlenül az, hogy nem lehetnek itt, de ima szándékokat elküldhetik. Kisebb zarándok csoportok, hármas fős csoportok érkeznek majd ma keresztekkel, amelyekre ima szalagokat tűznek föl. Ezeket a nagymise idején megáldják majd. És természetesen a szokott időben, helyi idő szerint 12 óra 30 perckor kezdődik a nagymise, a, a, amit, ahogy te is említetted, a Duna Televízió élőben közvetít majd. Kudelász Nobelnek Csíksomjóról egyelőre köszönjük, és azért egyelőre, mert hogy Csíksomjóra kapcsolunk még a híradó után is fél kilenc környékén, Kudelász Nobel kollégám Urbán Erikkel az Erdély Ferences rend tartományfőnökével beszélget majd. Az Egyesült Államok megszakít minden kapcsolatot az egészségügyi világszervezettel, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azzal vádolja a WHO-t, hogy engedve Kína nyomásának félretájékoztatta a világot, így hozzájárult a koronavírus járvány elterjedéséhez. Az amerikai elnök erőteljesen bírált az ázsiai országot a Hongkonggal kapcsolatos politikája miatt is mondván. A Hongkongban bevezetendő kínai nemzetbiztonsági törvényjel Kína megsértette a terület autonómiáját, ezért visszavonja Hongkong különleges kereskedelmi státusát, valamint az Egyesült Államok felfüggesztését egyes kínai állampolgárok amerikai beutazásának engedélyezését. Emberöléssel vádolja az ügyészség azt a Minneapolisi rendőrt, aki durva intézkedésével egy afroamerikai férfi halálát okozhatta. A fehér rendőrtiszt igazoltatás közben rátérdelt a gyanúsított nyakára, aki perceken át fulladozott, majd a kórházba szállítás közben meghalt. A történtekről egy járókelő videófelvételt is készített, az intézkedésben résztvevő négy rendőrt kedden elbocsátották, ám addig a Minneapolisban zavargássá fajult a rendőri erőszak elleni tüntetés. A tiltakozók több épületet köztük egy rendőrösöt is felgyújtottak. Megmozdulások több amerikai nagyvárosra is átterjedtek. A durva rendőri intézkedés Donald Trump amerikai elnök is elítélte, aki pénteken úgy fogalmazott, hogy nem szabad megengedni, hogy a helyzet anarhiába süllyedjen.